Egy sikeres pályázatnak köszönhető a három generációval az Egészségért projekt, amelyben öt házi orvosi körzet, egészségügyi szakemberek, gyógytornászok, dietetikusok vesznek részt. A program legfontosabb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a prevenció, a helyes táplálkozás és a mozgás fontosságára. A résztvevők kanizsabájkok segítségével demonstrálták célkitűzésüket. Három felnőtt háziorvosi körzet és két gyermek háziorvosnak a konzorciumba szerveződése, ez a mi kis pályázati konzorciumunk tulajdonképpen. Az egészséges életmódra nevelés az egy nagyon fontos, a dohányzásról való leszoktatás és alapvetően pedig az egészségszűrés, ugyanis egy betegséget megelőzni és kiszűrni sokkal olcsóbb, és a beteg számára is sokkal kevesebb megterhelést jelent, mint sem egy kialakult betegséget kezelni. A szűréseink azok kimondottan szív- és érrendszeri betegségek kiszűrésére irányulnak, mint a gyerekkorban, mint pedig felnőtt korban. Magyarországon a lakosság és a gyerekek jelentős része is túlsúlyos, és ezért már eleve egy rizikócsoportba tartozik, és ehhez a szűréshez szereztünk be nagyon korszerű és nagyon modern műszereket, és ezzel megpróbáljuk a saját praxis közösségünkben tulajdonképpen kiszűrni azokat a tünetmentes, vagy akár eddig rejtetten a praxisban szereplő betegeket, akiket gondozásba vagy pedig további kezelésbe kell venni. Nyilván vannak tapasztalatok bőséggel, hogyha akár a túlsúlyról beszélünk, hiszen ön az imént ezt az egyik problémát említette a fiatalokkal kapcsolatban, és ha nem is a szűréssel, akár életmód tanácsadással egy kicsit legyünk gyakorlatiasak, hogyan, milyen tanácsot tudnánk akár, hogyha a fiatalokra vetítjük ki a szüleiknek adni egy kis útravalót? Hát igen, mindenképpen. Szeptember 22-e a szívvilágnapja, azt ugye most elhagytuk egy pár nappal, és az autómentes világnap is nem régen volt. Ehhez csatlakozva most egy kicsit demonstrálnánk az egészséges életmódot. Mindenféleképpen a korszerű és modern táplálkozás nagyon fontos lenne, a második pedig a testmozgás. Tehát manapság a gyerekek nem mozognak annyit, amennyit alapvetően azt gondolom, hogy kellene, vagy akár mi mozogtunk, amikor mi voltunk fiatalok, és erre próbáljuk egy kicsit rávenni az embereket, hogy egy kicsit mozogjanak, ugyanis az izommunka az rengeteg cukrot és energiát éget el. Úgyhogy ezt szeretnénk demonstrálni, és azt szeretnénk, hogy egy kicsit váltsanak az emberek életmódot. Tehát, hogy a mindennapjaik része legyen a mozgás, az egy fontos dolog lenne, ugyanis akkor talán kevesebb gyógyszer fogyna, és az mindenkinek jó lenne, azt gondolom. Mit tehetünk a gyakorlatban? Hát például példát mutatunk, azt gondolom, és visszük magunkkal. Tehát az az igazság, hogy amikor ki tudjuk ebből a úgynevezett, nem túl jó szóra, de saját komfortzónájukból az embereket, vagy akár a fiatalokat mozdítani, és megmutatjuk nekik, hogy tulajdonképpen egy túra, egy szabadidős sporttevékenység az milyen jó buli is tud lenni tulajdonképpen, akkor talán képesek lesznek arra, hogy eldobják mondjuk az éppen kezükben levő elektronikai eszközt, amivel próbálják a világot megismerni. Az a baj, hogy mindent egy képernyőn keresztül próbálnak megismerni, az örömöket is, meg a mindennapokat is. Sokkal jobb lenne, hogy a személyesen megtapasztalnák, azt gondolom. Igen, erre próbáljuk rávenni őket. Az az igazság, hogyha valakit rá tudunk csábítani egy síppályára, például egy síppályára, vagy egy focipályára, és ő ott jól érzi magát, akkor talán gyakrabban elindul magától is. Összeáll a barátaival, elmennek egy jót sportolni, utána beülnek valahova egy jót beszélgetni. Az kellene talán, mint ahogy mondjuk 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt a fiatalok közösségi életet éltek. Akkor még találkoztak egymással az emberek, ma meg már minden csak a hálón keresztül bonyolítanak sajnos. Talán lassan már a szerelmet, és ami hiba lenne, azt gondolom.